Óra kész? Versenyző kész? Oké, figyelem rajt! Lehet szurkolni, vagy antiszurkolni. Azért lényeg, minél lassabb a lába, ne tedd le, inkább gyere akkor végig. Hoppá! Nem baj, lesz még egy lehetőséged. Ó, az ÉZRS nagyon jó volt. Ez a motor, ez idősebb, mint te vagy. Jó, ez egy 87-es KLR 600-as, hát egy igazi gyönyörű régi vas. Látszik, hogy életben van tartva egyébként, tehát szép hangja van. Miért, füstöl? Nem füstöl, akkor meg tök jó. Na, ügyesen. Nyugodtan, amikor akarod. Innentől megy a stopper. És hát nem mondtam az elején, de lehet a versenyzőket idegesíteni. Nyilván nem fogok legyezni, de ilyeneket szoktam megkérdezni, hogy hogyan készültél. Lábad ne tedd le, arra vigyázz, nagyon szép. Egy bajnok puszit kapsz, hogyha ilyen ügyesen végigjössz. Ez az jó. Gyere, Juli! Julinak vannak itt barátai? Mert ha igen, akkor lehetne biztatni. Ugye? Azért egy nagy dobozos katranccal így végigjönni, nem semmi. Jó, jó, jó. Mennyi volt? 13 másodperc. Szép ez a szakma, szép az élet. Kár lett volna diszidálni. Imádom. Na, Norbi! Budapestről, gyere, szurkolok neked. Ez amúgy elég korrekt. Tehát... Norbi, Budapestről, fekvőtámaszos motorral, strandpapucsban, ahogy kell, 15 másodperc alatt egy tapsot megérdemel. Nagyon jó vagy, nagyon! Szép volt, megérdemelte a tapsot, abszolút. Az a lényeg, lehajtod a fejed, ráteszed a fejed, tízet forogsz, utána átmész a padon, átmész a padon, megiszod a sört, és akkor van vége, amikor letetted az üres poharat. Akkor van vége, amikor annak vége van. Okay? És akkor versenyző felkészült, figyelem! Rajt! Hajrá, Gyula! Hajrá, Gyula! Hajrá, Lajos! Hajrá, Gyula! Hajrá, Lajos! Tízet ez az! Nagyon jó technika, jó a technika! Elég szalad a sörért! Nagyon szuper! 8! 9! Még most lesz! Menjél ez az! Átmész a padon! Megiszod és... Igyad! Kösd egy Gyula! Jó van! Most már így meg szétassan egészségedre! Jó? Köszönjük! Köszönjük szépen! Köszönöm! Értem, hogy meg sem bírnám. Nem bírtam. Ezt meg sem bírnám. Hát a valóban, hogy van neki valami, hogy egész a gyerekben. Ezt meg sem bírnám. Let's go.
Kézilányból asszonyás, vén emberből hamvá. Egy apró pillan, s minden halad tovább. De hogy érhet véget így egy mese a világ túloldalán? És majd köztük áll, sörrel a kézbe, és úgy meséljük a viccet, hogy melyik hatalom fog majd tenni a bőrünk alá is csippet, és a másár golyóban továbbózunk, mi bolygónak nevez. Vigyázzon ki egy zarkis labikkal, a pénzesésnek nevez!